Diszkrimináció. Súlyosan bántalmazta a magyar nemzetiségű kollégáját az ifjúsági fiú tornász válogatott két tagja a resicabányai edzőtáborban. Az RMDS szerint ez a közbeszédben büntetlenül jelenlévő magyar ellenes diskurzus következménye. Eddig is, ne tovább, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Koalíció. Nem vagyunk a 90-es években, nem hiszem, hogy össze kell fognunk a magyarok ellen, mondta Márcsel Csolákú PSZD elnök, amikor arról kérdezték, hogy lesz-e közös koalíciós jelölt a jelentős számú magyar lakossággal rendelkező Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben. Brüsszel. A NATO a történelem legerősebb és legsikeresebb szövetsége, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Jens Stoltenberg főtitkár. A külügyminiszteri csúcson a szövetségesek egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Súlyos az ifjúsági tornászválogatott edzőtáborában történt magyar ellenes incidensről számolt be a Pro Sport oldal. Az RMDS szerint a társadalmi szinten szított magyar ellenesség vezetett ide. Kelemen Hunor azonnali kivizsgálást, a tettesek megbüntetését sürgeti. Súlyosan bántalmazták az ifjúsági tornászválogatott magyar nemzetiségű tagját a resicabányai edzőtáborban, derül ki a bukaresti ProSport című lap oknyomozó riportjából. Két társa etnikai hovatartozására tett célzások kíséretében a kaloriferhez kötözte a lugosi illetőségű KZ-t. A történtek után az áldozat elmenekült az edzőtáborból, a tornászövetség pedig megpróbálta eltussolni az ügyet, KZ-t pedig arra hivatkozva, hogy nem fejlődött eléggé, kizárták az Európa bajnokságra utazó keretből. Eddig és ne tovább, reagált Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke a történtekre. Vérlázító, hogy valakit azért bántalmaztak, mert magyar, mondta. Ide vezetett a gyűlöletkeltés, az AUR-nak a magyar ellenes több éves kampánya is az, ahogy a román társadalom ezt szó nélkül tűrte. Arra kérem a román politikus társaimat, arra kérem a román állam vezetőit, államfőt, miniszterelnököt, belügyminisztert, igazságügyminisztert, hogy nagyon gyorsan reagáljanak, és itt éljék el az esetet egyrészt, másrészt pedig azonnali kivizsgálást kell a torna szövetségnek, az országos vezetőségnek is elrendelnie, mert ezt nem lehet sem szó nélkül hagyni, sem következmények nélkül hagyni. Az első hivatalos reakció az országos sportügynökség vezetője Elisabetta Lipa részéről érkezett, aki azonnali magyarázatot kért a tornászövetségtől a történtekre. A ProSport információi szerint az országos diszkrimináció ellenes tanács hivatalból kezdeményez kivizsgálást az ügyben. A politikai pártok képviselői egyelőre nem szólaltak meg. Nem indítanak közös jelöltet a kormánykoalíciós pártok a június 9-i helyhatósági választásokon a jelenleg magyar vezetésű Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben, legalábbis erre enged következtetni Márcsel Csolákú tegnapi nyilatkozata, amelyben kijelentette, nem kíván román-magyar harcot a jelentős arányban magyarok lakta két megye központban. Márcsel Csolákú miniszterelnök egy sajtóeseményen kifejtette, hogy a romániai települések 95%-ában a PSZD és a PNL jelöltjei a fő vetélytársak a helyhatósági választásokon. Ennek ellenére a két párt választási koalícióra lépett, és ennek nyomán közös listát állít az európai parlamenti választásokon. Ez nem feltétlenül természetellenes vagy demokrácia ellenes, fogalmazott. Az újságírók a jelentős arányban magyarok lakta Marosvásárhely és Szatmárnémeti helyzetére is rákérdeztek. Azt válaszolta, arról még nincs döntés, hogy a két kormánypárt indítson-e közös polgármesterjelöltet ezekben a városokban, de rögtön hozzátette. Egy normális országban szeretnék élni, egy olyan Romániában, amelyben a román politikai erőknek nem kell összefogniuk a magyarok, a törökök vagy a németek ellen. Van egy német nemzetiségű román elnökünk. Már nem a 90-es és 92-es években élünk, amikor ellenségeskedtünk és sértegettük egymást. Minek is tennénk ezt? Néhány plusz szavazatért? Tekintve az elmúlt hetek eseményeit, a két megye központban a polgármesteri tisztségért megmérkőzők eddigi névsorát, illetve a helyi PSZD-PNL kapcsolatokat, valószínűsíthető, hogy sem Szatmárnémetiben, sem Marosvásárhelyen nem lesz közös jelöltje a kormánykoalíciós pártoknak.
Jóváhagyta a megújuló energiatermelést elősegítő állami támogatási programot a kormány. Ez rendkívül fontos lépés Románia zöld átállása irányába, fogalmazott a kormányülést követő sajtótájékoztatón az energiaügyi miniszter. Megújuló energiatermelést célzó állami támogatási programra bólintott rá a kormány. Sebastian Burduzsa energiaügyi miniszter szerint az energetikai átállást segítő legjelentősebb beruházás a több mint 3 milliárd euró értékű program, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. Ez a program egy kiszámítható, 15 évre szóló beruházási keretet ír elő, amelyben a villamos energia árát egy versenytárgyalás révén állapítják meg. Amennyiben a piaci ár, és itt a havi átlagról beszélünk, magasabb, mint a versenytárgyalás révén megszabott ár, és a befektetőnek nagyobb nyeressége van, a különbözetet visszafizeti az államnak. Az állami támogatás a szél, a nap, a víz, az atom és a hidrogén energia termelésének növelését célozza, de az energia tárolását szolgáló technológiákat is finanszírozzák. A beruházások megvalósítása alacsonyabb árakat, illetve a zöld energia termelés arányának növelését fogja eredményezni, és minden társadalmi kategóriára nézve előnyös lesz, mondta az energiaügyi miniszter. Az országos megállapodás mintájára összefogtak Berettyószéplakon az RMDSZ és az Erdély Magyar Szövetség helyi szervezetei. A teljes körű együttműködésnek köszönhetően abban bíznak, hogy nagyobb lesz a részvétel a szavazáson, és ezáltal több magyar mandátumot sikerül szerezni a településen. Bár néhány nappal korábban a Nagyváradon tartott rendezvényen az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői nem írták alá a Bihar megyei RMDSZ által kezdeményezett magyar összefogás listáját, tegnap egy kisebb előrelépés született a konfliktus kezelésében. Az országos megállapodás mintájára a két magyar politikai párt Berettyószéplaki vezetői most először kötöttek megállapodást a helyhatósági választásokra. Az együttműködésre vonatkozó paktum értelmében az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjei az RMDSZ listáján pályáznak mandátumra a Bihar megyei település önkormányzatában, ugyanakkor amennyiben Helmeci Tibor, az EMS helyi elnöke polgármester jelöltséget vállal, akkor mind a két szervezet támogatni fogja. Egy listán indul mindenki, úgy, ahogy az országosan is történik az RMDSZ listáján, a páratlan számokon az RMDSZ jelöltjein, a páros számokon pedig az EMS jelöltjei fognak szerepelni, és abban reménykedünk, hogy ez a megteremtett béke elhozza a magas részvételt is a magyar közösség részéről. A konfliktus helyzet és a magyarság megosztottságának a megszüntével abban bíznak, hogy a júniusi választás során a jelenlegi 4-nél több helyi tanácsost sikerül majd bejutatni az önkormányzatba. Berettyószéplakon a magyarság aránya közel 24%, és jelenleg liberális párti a polgármester. A NATO a történelem legerősebb és legsikeresebb szövetsége, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából csütörtökön Brüsszelben Jens Stoltenberg főtitkár. A NATO csúcson az orosz-ukrán háborúról is egyeztettek, a szövetségesek egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát. A tagállamok külügyminisztereinek a NATO évfordulóhoz igazított tanácskozását megelőzően Jens Stoltenberg kifejtette, a közös védelmet szolgáló NATO garanciát jelent az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. De nem csak ünnepelni mentek a csúcsra. A NATO-Ukrajna tanácskozáson utóbbi közölte, további támogatással tart igényt. Jens Stoltenberg üdvözölte, hogy az elmúlt időszakban döntés született arról, hogy Németország 600, Finnország pedig 188 millió euróval járul hozzá Ukrajna megsegítéséhez, de Franciaország is küld harci gépeket, Nagy-Britannia pedig mintegy 10 000 drónt az ukrán államnak. Oroszország nemrég azzal vádolta meg a NATO-t, hogy kezd beavatkozni a háborúba, aminek súlyos következményei lehetnek. A szövetség főtitkára cáfolta ezt. Az önvédelem törvényes, Ukrajnának joga van az önvédelemre, nekünk pedig arra, hogy támogassuk Ukrajnát. Nincs arra vonatkozó tervünk, hogy NATO haderőt vezényeljünk Ukrajnába, nem is kérte tőlünk ezt Ukrajna. Mindössze katonai felszerelésre, lőszerre, fegyverre van szükségük, mi biztosítjuk ezeket számukra, de ez nem jelenti azt, hogy a NATO szövetségesek beszállnak a konfliktusba, mindössze támogatjuk Ukrajnát, hogy megvédje önmagát.
A csúcson résztvevő román külügyminiszter Románia teljes támogatásáról biztosította Ukrajnát. The brutal war of aggression waged by Russia on our neighbor, Ukraine. Oroszország brutális agressziója Ukrajna ellen hosszú évekre megváltoztatta a biztonsági környezetet. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk Ukrajnát mindaddig, amíg győzedelmeskedik. Hozzátette, a NATO-tagság a történelem során a legnagyobb biztonsági garanciákat jelenti Románia és a többi szövetséges számára. A Hargita megyei egyeztető tanács jövő heti ülésén dönthetnek arról, hogy ki legyen az RMDS jelöltje a megyei tanácselnöki tisztségre a júniusi helyhatósági választásokon. A tisztségre Hargita megye mindhárom területi szervezete indított jelöltet. Hargita megye mindhárom kistérségének megyei tanácselnök jelöltje benyújtotta a határidőre a jelentkezési dokumentációját. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a verseny az RMDS keretében arra, hogy kit jelöl a szövetség megyei tanácselnök jelöltnek a június 9-i választásokon. Mivel az RMDS jelöltjének nincs valós konkurenciája a megyében, a Hargita megyei egyeztető tanácson kiválasztott jelölt győzelme előre borítékolható. Az 5. mandátumért versenybe szálló megyeelnök Borboly Csaba, a csíkszéki szervezet jelöltje, a jelenlegi alelnökök Barti Tihamér Gyergyószék, Bíró Barna Botont udvarhelyszék részéről pályáznának a tisztségre. Korábban volt egy olyan egyesség, hogy a megyei tanács elnökét felváltva adja a három kistérség, Borboly azonban már a 4. mandátumát zárja. Bíró Barna Botont korábban jelezte, hogy a jelenlegi elnök 4 éve megígérte, hogy átengedi a tisztséget udvarhelyszéknek. Ezek után szállt be Barti Tihamér is a versenybe, aki 4 éve szintén megmérettette magát, de alul maradt Borbollyal szemben. A 7-et csíkszékről és udvarhelyszékről 6-6 személy, Gyergyószékről pedig 3 személy képviseli, és egyik belső döntéshozó kritériuma szerint a döntés meghozatalához mindhárom területi szervezetből legkevesebb 1 szavazat szükséges. Amennyiben a Hargita megyei egyeztető tanácsban mégsem születik döntés a megyei tanácselnök jelölt személyéről, akkor a végső döntést a szövetségi állandó tanács hozza meg. Vasárnap döntenek a gyergyószentmiklósiak és a székelyudvarhelyiek arról, kit indítson az RMDS a polgármester választáson, illetve kik legyenek a városi tanácsosi lista élén. Mutatjuk, melyek a legfontosabb tudnivalók az előválasztásról. Vasárnap előválasztásokat tart az RMDS Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson. Reggel 8 órától várják a 18. életévüket betöltött érvényes személyigazolvánnyal rendelkező személyeket egészen este 8 óráig, hogy szavazataikat leadják. Gyergyószentmiklóson az egyházi intézmények helyiségeiben alakítják ki a szavazókörzeteket, és szavazni az 5 helyszín bármelyikén lehet. Eszerint a gyergyószentmiklósiak leadhatják szavazataikat a Munkás Szent József plébánia, az Örmény Közösségi Ház, a Szent Miklós plébánia, a Református parókia és a Szent István plébánia közösségi termeiben. Arra kérünk mindenkit, bármelyiket keresse ezek közül, hiszen nincs lehetőség arra, hogy valaki 2 helyen szavazhasson, hiszen online össze vannak kötve a szavazókörzetek, és ezért bárki bárhol szavazhat. Az a fontos, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a gyergyószentmiklósiak. Az előválasztáson a polgármesteri tisztségre pályázó 3 személy közül, vagyis Csergő Tibor, Lenemil és Eigel Tibor közül 1 valakire lehet szavazni. A tanácsosi jelöltségért megméretkezők neve és arcképe ABC sorrendben szerepel majd a szavazólapon. Az érvényes szavazáshoz 10 személy mellett található kis négyzetbe kell X-et tenni. Közülük legkevesebb 1 nő kell legyen. Székelyudvarhelyen 9 szavazókörzet várja a helyi lakcímmel, illetve ideiglenes lakcímmel rendelkező 18. életévüket betöltött személyeket. Természetesen ami a legfontosabb az az, hogy minél többen jöjjenek el szavazni, hiszen ezen keresztül tudják hitelesíteni, legitimizálni azt a 32 embert, akit rangsorolniuk kell az önkormányzati listán, illetve a 3 polgármester jelöltből kiválasztani az egyik polgármester jelöltet, akivel június 9-én az önkormányzati választás napján felsorakozzunk és elindítsuk udvarhelyét azon az úton, amit megérdeme. A szavazatokat a következő helyszíneken lehet majd leadni: az RMDS köztérirodájában, a régi Kettle Belgium-ben, a Romantika étteremben, a Karicsfalvi autószervízben, a Szeptimiában, a Vakok és Gyengénlátók iskolájában, a Bocskai házban, a Krízai János Unitárius közösségi házban,
Pécsváradon, illetve a régi vidéki pékség üzletében. Gyergyó Szent Miklóshoz hasonlóan Székelyudvarhelyen is ellenőrzik, hogy egy személyi igazolvánnyal ne lehessen több helyszínen szavazni. A tanácsosi jelöltek közül minimum egy, maximum 6 személyt lehet bejelölni. Nincs olyan szabály, hogy kötelezően legyen nő is köztük. A jelöltek ABC sorrendben lesznek feltüntetve, a rangsorolás a szavazatok számának függvényében történik, és a tanácsosi lista első helyén a polgármester jelölt szerepel majd, aki Demeter István, Illyés Szabolcs vagy Szakács Pál István lesz. Egel Tibor ma bejelentette, hogy visszalép Len Emil Balázs javára a gyergyószentmiklósi előválasztáson, a tanácsosi listán azonban szerepelni fog a neve. Ismét versenybe száll Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért Dorin Floria. Ezt egy podcastben jelentette be Floria, aki korábban 20 éven át vezette a megyeközpontot. Ami eddig csak pletyka szintjén terjedt, hivatalossá vált, ismét megpályázza Marosvásárhelyi polgármesteri tisztségét Dorin Floria. Ezt egy podcastban jelentette be. A hivatalosan április 8-án megjelenő műsor előzetesében Florin Dobrátér újságíró közölte, hogy már nem titok, hogy Dorin Floria jelölteti magát a tisztségre. Igen, döntöttem. Jelöltetem magam Marosvásárhely polgármesteri tisztségére egy újabb mandátumért, egy nagyon világos és egyértelmű megbízatással a 2024. június 9-i választásokon. Dorin Flóriá 2000-ben nyerte első polgármesteri mandátumát Marosvásárhely élén, Fodor Imrét váltva, majd az ezt követő megmérettetéseken négyszer tudta megszerezni a szavazatok többségét, utoljára 2016-ban, amikor Sors Zoltán győzte le. Vezetése alatt a város lemaradt gazdasági téren és etnikai csatározások helyszínévé változott. 2020-ban a jobb kezeként ismert Claudio Majort tolta előre a választásokon, és inkább a megyei tanácselnöki tisztséget pályázta meg, de csúnya vereséget szenvedett. Majort pedig Sors Zoltán győzte le fölényesen. A jelenlegi városvezetőnek így már 7 kihívója van. Horácio Szucsú szívsebész, Rodika bácsú vállalatvezető, Koszmin Pop üzletember, Dorin Flóriá volt polgármester, Rádu Balázs a Szabad Emberek pártja, Krisztián Vöntú az AUR, illetve Rádu Pészkár a Népi Mozgalom párt és egyben a jobboldali szövetség jelöltje. Korodi Attila lesz az RMDS polgármester jelöltje Csíkszeredában, és kialakult a tanácsos jelöltek sorrendje is tegnap a Csíkszeredai Városi Küldöttek Tanácsának rangsoroló ülésén. Ma Korodi arról is beszámolt, hogy 8769 támogató aláírás gyűjtöttek össze az RMDS európai parlamenti listájára. 8769 támogató aláírás gyűjtöttek össze Csíkszeredában az RMDS európai parlamenti listájára, jelentette be pénteken Korodi Attila polgármester. Kifejezte azzal kapcsolatos örömét, hogy 2,5 hét alatt ekkora bizalmat kapott a szövetség a csíkszeredaiaktól. Ez az évtized lehet a mi lehetőségünk, nyereségünk, lehetünk nyertesének az évtizednek, hogy vesztesei, egész Kárpát-medencei magyarság arra kell tülekedjen, hogy mindenki a saját országában, mi itthon Erdélyben, Romániában képviselve legyünk az Európai Parlamentben a kollégákon keresztül, így tudjuk erősíteni azt az összefogást, ami most kibontakozott. A csütörtöki városi küldöttek tanácsának rangsoroló ülésén egyébként eldőlt, Korodi Attila lesz az RMDS polgármester jelöltje Csíkszeredában, 32 szavazatot kapott a tagoktól. A szavazáson 39 VKT tag szavazhatott, közülük 2, Szőke Domokos és Veres Dávid nem élt a lehetőséggel. Előbbi maga is megmérettette volna magát a június 9-i választáson, de csak 3 szavazatot sikerült begyűjtenie. Az ülésen a tanácsos jelölti sorrendről is szavaztak, a következő személyek szerepelnek majd az RMDS listáján a kialakult sorrend szerint: Bors Béla, Ábrahám Előd, Sógor Enikő, András Hunor Jenő, Bardóc László, Szikszai Tamás, Cili Párpád, Füleki Zoltán, Trendafir Orbán Tímea, Cikó Mária, Bogos Ákos, Bogyó Löffler Mária, Veres Otto Benyámin, Tófalvi Éva, Veres Dávid és Szőke Domokos. Ahogy arról már beszámoltunk, Csíkszeredában nem szerveztek álló urnás előválasztást a helyi önkormányzati jelöltek rangsorolására, az idő szűkösségére hivatkozva. A döntés ellen tiltakozva Veres Dávid önkormányzati képviselő aláírásgyűjtést kezdeményezett. Fölényesen győznének az európai parlamenti választásokon a kormánykoalíciós pártok, amennyiben most kerülne sor a voksolásra. Ez derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet legfrissebb felméréséből. A szélsőséges pártok kezdenek teret veszíteni a választópolgárok preferenciáiban.
Amennyiben most tartanák a helyhatósági választásokat, a PSD 35%-ot, a PNL 21%-ot, a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség 13%-ot, az Egyesült Jobboldal Szövetség 13%-ot, az RMDS 5%-ot, az SOS Románia 4%-ot, a Humanista Szociálliberális Párt pedig 4%-ot szerezne. Derül ki a Kursz Közvélemény Kutató Intézet által közzétett felmérésből. A szintén június 9-ére kitűzött európai parlamenti választásokon a PSD-PNL választási szövetség tarolna és 53%-ot szerezne, az Egyesült Jobboldal Szövetség 14%-ot, az AUR ugyancsak 14%-ot, az SOS Románia 5, az RMDS szintén 5%-ot, a Humanista Szociálliberális Párt pedig 4%-ot szerezne. Míg közel egy hónappal ezelőtt a PSD-PNL szövetség még 50% alatt állt, a Kursz jóval jobb eredménnyel mérte a választópolgárok preferenciáiban. Ugyanakkor a felmérés tükrében a szélsőséges alakulatok kezdenek teret veszíteni, az AUR és az SOS Románia népszerűsége is csökken. A Kursz elemzéséből az is kiderül, hogy a romániai választópolgárok relatív többsége szerint a lakosság jövedelme a legfontosabb kérdés, amit a kormánynak prioritásként kellene kezelnie. Arra a kérdésre, hogy melyek az ország fő problémái, amelyekre a kormánynak összpontosítania kellene, a megkérdezettek 21%-a a jövedelmeket jelölte meg. A rangsorban az egészségügy, a korrupció ellenes küzdelem, a különleges nyugdíjak felszámolása és az infláció csökkentése szerepel. A kérdőíves felmérés március 19-e és 28-a között készült 1067 fő megkérdezésével, a hiba küszöb 3,1%. Jelentős mennyiségű szaharai port hozott néhány napja térségünkbe a délies áramlattal érkező meleg front. A hétvégén Erdélyben szabad szemmel is jól lehetett látni, ahogy a sivatagi homok beborította az égboltot, mintha köd ereszkedett volna a tájra. Az elmúlt héten a forró és erős szél természetes eredetű szennyező anyagot, szaharai homokot hozott Európa fölé. Ezek a felvételek március végén Szicíliában készültek, de az elmúlt hétvégén Romániában is jól lehetett látni, ahogy a sivatagi por beborította az égboltot. Azon kívül, hogy köthöz hasonlóan csökkenti a látótávolságot, kellemetlen az autó tulajdonosoknak, ahogy a por sáros eső formájában mosódott ki a légkörből, és az autókat sáros porréteg borította be. Az időjárási jelenség azonban nem új keletű, mondja Bartók Blanka, a BBTE Magyar Földrajzi Intézet oktatója. Korábban a sivatagi por megjelenése csak a nyári időszakra volt jellemző, ezzel szemben az elmúlt 2-3 évben egyre gyakrabban tapasztaljuk ezt a jelenséget már tavasszal is. A szaharai por megjelenésekor mindig magas hőmérséklet, száraz, anticiklonális időjárási helyzet jellemző. A szaharai térségből érkező légtömegek az alapjába véve melegebbek, tehát abban az esetben tudnak eljutni a mi térségünkbe, tehát jut el a por a térségünkbe, hogyha a szaharai eredetű légtömegek valamilyen légmozgás, cirkuláció révén északabbra, északkeletebbre vándorolnak az európai kontinensre. Tehát ezek az események akkor következnek be, amikor egy ilyen délnyugati áramlat jön létre, ami egyértelműen egy melegebb, szárazabb légtömeget jelent. A levegő portartalma a jelenség ideje alatt megnövekedik, ez pedig hatással van a mindennapjainkra is. A légkörben nagyon finom porszemcsék kerülnek, amelyek belégzéskor irritálhatják a légzőszerveket, különösen az asztmások, a kisgyerekek és az idősekkel jobban vigyázzanak, kerüljék a hosszabb, szabadban tartózkodást. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az elkövetkező napokban Dél-Európában egy újabb, hasonló jelenségre számíthatunk. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy eléri-e az erdélyi medencét vagy sem, tette hozzá a szakember. A világbajnokságra készülnek a hoki válogatottak, sporttal folytatjuk. Készülnek a világbajnokságra Románia jégkorong válogatottjai, tudtuk meg Nagy Attila szövetségi elnöktől. Az U18-as csapat jövő hét folyamán Lengyelországban vesz részt a Divízió 2A világbajnokságon, míg a felnőttek a Divízió 1A VB-n próbálnak meg helytállni Bolzánóban.
Készül a Romániai Korongszövetség az idei világbajnokságra. Az U18-as csapat egy rövid edzőtábort követve Lengyelországban vesz részt a Divízió 2 a világbajnokságon, míg a felnőttek számára április végén, május elején rendezik a Divízió 1 a VB-t a dél-tiroli Bolzanóban. Nagy Attila, a Romániai Korongszövetség elnöke szerint próbálnak minél jobban helytállni és minél jobb eredményeket elérni. Az U18-as válogatottnál nem ismerjük az ellenfeleket, idén csak a lengyelekkel volt lehetőségünk játszani barátságos mérkőzést, így próbálunk minél jobban helytállni. Én személy szerint nagyon szeretném, hogyha dobogon végeznénk, és miért ne próbáljuk meg a feljutást a következő érték csoportban. Felnőtt szinten jobban ismerik az ellenfeleket, sokkal nehezebb a dolgunk is, hiszen jövő évre követjük az ellenfeleinket. A felnőtteknek komoly kihívás, hogy megkapaszkodjanak a világcsoport előszobájának számító Divízió 1 a szinten, hiszen nagyon erősek az ellenfelek. A házigazda Olaszország mellett Magyarország, Szlovénia, Dél-Korea és Japán ellen kell elkerülni a kiesést jelentő utolsó pozíciót. Arra a felvetésre, hogy többen panaszkodtak, hogy napok óta nem működik a szövetség weboldala, Nagy Attila elmondta, igyekeznek megoldani a helyzetet, reményeik szerint egy-két napon belül újra elérhető lesz a weboldal. Híradónk idejére a Jégkorong Szövetség honlapja egy hét kiesés után újra működőképessé vált. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.